A GTTS 30 éve alakult, országosan ismert pénzügyi, gazdasági és tudományos szakemberekből, akik a mai életben is ismert személyiségek. Igen érdekes, szellemes, eredeti, peskő hozzászólások és előadások hangzottak el, úgyhogy ez jellemzi a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségét mindennél jobban. Talán még kormányüléseken sincs ilyen eredeti, szellemes, izgalmas. Talán nem tudom ezt mondani. Nagyon sok jót mondtunk, és mondhatunk még el a szövetségről. 12 országos tagozatunk van. Drón tagozat. Egészségügyi tagozat. Energia tagozat. Felsőoktatási tagozat. Fenntartható fejlődés tagozat. Gazdasági és külgazdasági tagozat. Hon- és rendvédelmi, rendészeti szervek tagozata. Ifjúsági tagozat. Kutatásfejlesztési tagozat. Média tagozat. Önkormányzati tagozat. Sport és egészséges életmód tagozat. Az ország mind a 7 régiójában működnek regionális szervezeteink, kinevezett vezetőséggel. 9 felsőoktatási intézménnyel és 4 szakképzési centrummal kötöttünk oktatási témájú együttműködési megállapodást. Egyetemek és főiskola. Debreceni Egyetem. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Milton Friedman Egyetem. Miskolci Egyetem. Neumann János Egyetem. Óbudai Egyetem. Pannon Egyetem. Pécsi Tudományegyetem, Vekerle Sándor Üzleti Főiskola, szakképzési centrumok, debreceni, hevesmegyei, nagykanizsai és szolnoki szakképzési centrum. Azt hiszem, a gazdálkodásról mindenkinek a számok jutnak az eszébe, ez így természetes, a számokról pedig a matematika. Hát ugye matematikusként nehéz megkerülni ezt a dolgot, és kifejezetten örülök annak, hogy elnök úr programozó matematikus. Az interjút, amit előbb kértek tőlem, megkérdezték, hogy miért van szükség arra, hogy mi itt legyünk és mit tudunk csinálni. És azt válaszoltam, hogy annyi információ zúdul ma már egy egyetemi hallgatóra, hogy szükség van arra, hogy egyre több csatorna nyíljon meg számára, és ezeken a csatornákon mindig egy kicsit mást halljanak, mint a többin, mert akkor tud igazán választani arról, hogy az ő véleménye, az ő világlátása minek felel meg. Akkor összefoglalnám azt a tevékenységi kört, amelyet a belügyminisztérium elvégzett a 2010-es újjá alakulását követően. Csak egy példát említenék, hogy visszaemlékeztek, hogy indítottuk mi, mikor megalakult embrió állapotban volt a GTS, később alakult szövetségé, indítottuk először, hogy hogyan tovább GTS. Aztán azt mondtuk, hogyan tovább GTS Magyarországon. Aztán azt írtuk, hogyan tovább GTS Európába. Tehát mindig az új helyzetnek megfelelően úgy csoportosítottuk a eszmei, szakmai mondatnivalónkat, gondolatainkat, hogy az
tagjaink azt érezik, hogy van értelme ide tartozni ehhez a csapathoz. Mondhatom azt Huntington, Francis Fukuyama alapján általuk megidézve a 80-as évek végének, 90-es évek elejének a korszakát, hogy ez a kelet-európai térség egyfajta örvénybe került. Unió az kell, nekünk szükségünk van rá, legalábbis én így gondolom, csak egy kicsit másképp. És egy néhány gondolatot ezzel a kicsit másképpen is szeretnénk azért önökkel megosztani. A GTTS részéről ez a Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban konferencia sorozat 96. eleme, tehát a GTTS már elég régóta foglalkozik ezzel. Hon és rendvédelmi rendészeti tagozatunk szakmai konferenciája a Magyar Hat Tudományi Rendészettudományi Társasággal. Szeretteink, értékeink, hazánk, én még egy szót mellé tennék, érdekeink, az ország érdeke. De valóban van mit megvédenünk. De milyen környezetben vagyunk? Miniszter úr erről egy pár szót szólt. Hát én szeretném ezt globális kihívások, illetve regionális kihívások formájában ismertetni röviden. Tulajdonképpen milyen körülmények között vagyunk mi most jelenleg, és hogyan tudjuk azt a haderőt fejleszteni, aminek az érdekében elég sokat teszünk. Az utolsó 4 évben, tehát gyakorlatilag 2014 óta folyamatosan romlik az ország biztonsági helyzete. 92 országban lett rosszabb, és 71 országban javult csak. Még a legbékésebb régiókban is, tehát Észak-Amerika, Dél-Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, ott is romlott, Ázsia, Európát. A Covid által támasztott kihívásoknak több oldalról is próbáltunk megfelelni. Kívánok minden kedves résztvevőinek ennek a online konferenciának, mely a GTTS szokásos, már-már hagyományos évvégi helyzetértékelője is egyben. Hagy mutatkozzam be, én Tóth Gergely vagyok, és én leszek ennek a mai rendezvénynek a házigazdája. Mit hoz a jövő? Mi vajon volt az év című előadást tartok. Ezek inkább egy kicsit korábban, egy héttel korábban szoktak lenni. Most a koronavírus járványnak a következtében ezt konferenciát online tartjuk meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és örömömre szolgál, hogy ilyen megtisztelő felkérésben részesültem, hogy a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének az évvégi záró rendezvényén lehetőséget és felkérést kaptam arra, hogy a gazdasági dimenzióban a Magyar Nemzeti Bank szempontjából értékeljem a mögöttünk hagyott 11-12 hónap makrogazdasági fejleményeit, illetve bemutathassam Önöknek, hogy a Magyar Nemzeti Bank milyen szerepet tölt be a hazai gazdaság újraindításában. Együttműködési megállapodásaink szakmai szervezetekkel. Bánya. Energia és ipari dolgozók szakszervezete, Magyar Hadtudományi Társaság, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Rendészettudományi Társaság, Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, Sportegyesületek Országos Szövetsége, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. Szövetségünk állami költségvetési támogatásban nem részesül. Jelenleg 81 jogi tagvállalat támogat, illetve fogadja el szakmai segítségünket, ebből 29 kistérségi és városi önkormányzat. Non-profit szervezetként minisztériumi és más kormányzati szervezetek által kiírt pályázatok elnyerésével dolgozunk.